Yeah. 2003-ban kezdődött minden, mikor először a kezembe májkot vettem. Mondtam magamnak, egy próbát megér. Lenyújtam egy freestyle-t, még így a legelején. Megmondom őszintén, lófasz volt az egész. Nem adom fel tesó, akkor se ha tönkremész. Próbáltunk, gyakoroltunk, ne vettünk rajta. Míg egy szép nyári napon összeállt a banda. Kábittal kezdtük gyártani a rappet. Ricsi megnyomta a lány, kaki baszott scratchet. 2004-ben közben jött a suli. Letettem a májkot, de nem állt meg a buli. Még abban az évben újra kezembe vettem. Gyubival a kari buli nagyot reppeltem. Szarosok voltunk, még be voltunk fosva. Mit fog rá szólni a tuti suli bossza? Lett a hírnév, legalábbis a suliba. Vastagsot kaptunk, nem tűntek el a sunyiba. Ezzel a tapssal én ihletet kaptam. Hazamenten újra kezdtem minden tiszta lappal. Elkezdtem írni a rap szövegeket. Nem bántottam senkit, se csajokat, öregeket. Elkészült az első track, címe volt a csúcson. Szarok volt a karimek, de mi voltunk a toppon. Negyedik DT, egy újabb felkérés. Elvállalom vagy nem, ez nem is volt kérdés. 2008-ban véget ért minden. A meló miatt hosszabb szünet elé néztem. 2011 a változások éve. Felmerült a kérdés, újra kezdem, miért nem? Nyár volt meg forróság, felébredtem reggel. Szétbasztuk a házat egy közös Ricsi rappel. Elkezdtük, folytatjuk, nincsen megállás. A hip-hop vonatról már nincsen leszállás. Megállás nélkül nyomatjuk a rímeket. Ricsi Beats Production, nyitra kezdte réletek. Egymás ellen gyerekek, mi sohase harcolunk. Reméljük a zenénkkel a szívetekbe karcolunk. Egymás után születnek a jobbnál jobb trackek. Nem hittem volna, hogy egyszer még ez lesz. Nem kell ide kápszer, utálom, vidd el. Szétcsapjuk magunkat egy cuki kis klippel. Minden egyes kezdet nagyon-nagyon nehéz. Könnyen megy a fekvés, de nehezen a kelés. Ha gödörben lépsz, mindig ki kell mászni. Mert előtted a cél, történhet bármi. Egyetlen célunk van, feljutni a csúcsra. Fel vagyunk készülve a nehéz rögös útra.